500-szor kongatták meg a washingtoni székesegyház harangját. Ezzel emlékeztek az Egyesült Államokban az új koronavírus szövődményei miatt meghalt 500 000 emberre. Ez a szám folyamatosan nő. Az országban elhunytak teszik ki a világszerte meghalt 2,5 millió ember ötödét. A Fehér Házban a 46. amerikai elnök Joe Biden az esti órákban egy perces néma csenddel és gyertyagyújtással emlékezett a halottakra. Az elnök elrendelte, hogy a szövetségi épületek zászlóit engedjék fél árbócra a következő 5 napban. Biden szerint az elhunytak nem egyszerű emberek voltak. The people we lost were extraordinary. They span generations. Rendkívüli embereket vesztettünk el. Amerikában születtek, vagy Amerikába emigráltak. De közülük nagyon sokan egyedül voltak életük utolsó pillanatában. Nemzetként nem fogadhatunk el ilyen kegyetlen sorsot. Ugyan nagyon régóta küzdünk ezzel a járvánnyal, de nem válhatunk érzéketlenné a gyászra. Nem tekinthetünk az életükre statisztikai adatként. Nem csak emlékeznünk kell a halottakra, hanem gondoskodnunk kell az élőkről is. A 500 000-es szám átlépésével egy időben több államban megkétszerezték az oltási kapacitást, mert a múlt heti téli vihar lelassította a vakcina szállítmányokat, sok orvosi rendelő pedig bezárt, ezért több 10 000 ember nem kapta meg a védőoltást.